Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Ahhoz, hogy a börtönbizniszt meg tudjuk fékezni, ahhoz a mi hazánk álláspontja szerint nem elég kizárólag a magyarországi jogszabályokat módosítani, hanem ennél sajnos tovább is kell mennünk. A Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság fennhatósága alól is ki kell vonni Magyarországot. Máshogy nem lehet ezt megfékezni, ugyanis a Strasbourgi Bíróság egyrészt az önrendelkezésünket is csorbítja, másrészt az elítélteket is védi. Az a kormányhatározat, amely a kártérítések felfüggesztésére vonatkozóan született meg, valójában csak azt tartalmazza a miniszterasszony számára, hogy a jogszabály által biztosított legvégső időpontig a börtönzsúfoltság miatti kártalanítások kifizetését haladéktalanul függessze fel, de utána, azaz a határidőre ugyanúgy kifizetik ezeket a pénzeket. Ugye a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságát megalapozó egyezményt Magyarország 1993-ban hirdette ki egy törvényben, nevezetesen a 31-es számú törvényben, de ennek az egyezménynek az 58. cikke lehetővé teszi azt, hogy az Európa Tanács főtitkárához címzett értesítésben ennek a felmondása bejelenthető, vagy legalább ennek a egy részének a felmondása bejelenthető. Ugye erre van nemzetközi példa is, nem csak Oroszország, amely kimondta azt, hogy az orosz alkotmánnyal nem lehet ellentétes ennek a Strasbourgi bíróságnak a döntése, ezért Oroszországban több ilyen egyébként éppen kártérítésekkel kapcsolatos döntést sem hajtanak végre, amelyet a Strasbourgi bíróság hozott meg, hanem Franciaország is kimondta például azt, hogy részlegesen ezt az egyezményt ideiglenesen ugyan, de felfüggeszti, saját magára vonatkozóan ennek egy részét nem tartja kötelező érvényűnek, illetve Törökország is bejelentette már mindezt. Ezeknek az ügyeknek a politikai háttérszínezetéhez azért hozzátartozik, hogy a Magyar Helsinki Bizottság például élen jár abban, hogy a Strasbourgi Bírósághoz forduljon különböző, akár rendőrgyilkossal, akár politikus bűnözővel kapcsolatos esetben, és így harcoljon ki nekik kártérítést. Mi nem tartjuk ezt elfogadhatónak, és nem tartjuk igazságosnak azt, hogy ezek az elítélt bűnözők a különböző körülményeikre hivatkozva több millió forintos kártérítéshez jussanak hozzá. Ugye a kormánypártoknak a nyilatkozatai mind a Strasbourgi Bírósággal kapcsolatban, mind a börtönbizniszsel kapcsolatban azért egymásnak jelentős mértékben ellentmondtak, főleg ugye akkor került ez a napirendre, amikor két bangladesi menekült kapott magyar adófizetők pénzéből 10 000 eurónyi kártérítést fejenként, azért, mert a tranzitzónában a Strasbourg szerint nem biztosították számukra a megfelelő körülményeket. Túl azon, hogy az önrendelkezési szempontból is rendkívül aggályos, hogy egy strasbourgi bíróság két bangladesi menekültnek magyarországi tranzitzónában való elhelyezésével kapcsolatban hoz ítéletet, azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy a magyar önrendelkezés csorbítása mellett itt a magyar adófizetők pénzéről van szó, amelyből ebben az esetben, ennek a 2015-ös ítéletnek az esetében ki kellett fizetni ezeknek az embereknek ezt a kártérítést, amely mindenképpen aggályos. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az a jogi megoldás, amelyet a Mi Hazánk Mozgalom javasol a Strasbourgi Bírósággal kapcsolatban, nem jelenti azt, hogy az egyezmény részeit nem tekintjünk magunkra nézve kötelezőnek. Tehát olyan jogi megoldás is létezik, amellyel a nemzetközi szokásjog részének tekintett emberi jogok európai egyezményében foglalt emberi jogokat Magyarország magára nézve kötelezőnek fogadja el, de a magyar bíróságok lesznek azok, amelyek ezeket az ítéleteket meghozzák, akár ez alapján, az egyezmény alapján is. Tehát mind önrendelkezési szempontból, mind pedig hatékony megoldás, a börtönbiznisz felszámolásának hatékony megoldásaként azt javasoljuk, hogy a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának joghatóságát Magyarország függessze fel, az erre vonatkozó ítéleteket ne hajtsa végre, és ezt a börtönbizniszt ezen a módon is fékezze meg. Nem elég a magyarországi kapukat bezárni, hogy a Strasbourgban marad erre vonatkozóan egy kiskapu. Köszönöm a figyelmet!